annak a karácsonynak az ünnepe, mely nem csak Jézus születésének, a kereszténységnek, hanem a család, a békesség, az öröm és a szeretet ünnepe is egyben. A karácsony a békesség, a szeretet melegét hozza, közelebb hozzánk. A szeretet tökéletesen összefog mindent. Az adventi készülődés erre is figyelmeztet. Nem elég a karácsonyi ünnephez feldíszített fenyőfa, ajándékok sokasága, ha hiányzik a szeretet. Hiszen ettől lesz teljes az ünnep. A szeretet soha nem múlik el. Mit jelent ez a szó, hogy szeretet? Engedjék meg, hogy néhány példával szemléltessem. Szemléltetesen. Mit is jelent ez a szó? A házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangú kocskákkal díszítem fel, de a családom fele nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint egy díszlettervező. Ha a konyhába fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök, kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakács. Ha a szegény konyhába, vagy az öregek otthonába segélykezem, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és forgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezennyi ünnepen veszek részt. A templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megöleljed. A szeretet hagyja a lakáskészítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az időszünk ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jóvá kiválasztott karácsonyi porcán, és odaillő aszterteitől van. A szeretet nem kiált rá a gyerekre, hogy menjen már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak és útban vannak neki. A szeretet nem csak annak ad, akitől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A videójátékok tönkre mennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépet elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad. Nagy szükségünk van rá, hogy erőt meríthessük a mindennapokban, és a következő időszakot megújult erővel tudjuk folytatni. Megint eltelt egy év. Mintha csak ma lett volna, hogy a karácsonyfa körül ünnepeltük az elmúlt évben mindannyian. Azt kívánom mindnyájuknak, hogy a lehető legtöbb pillanatát éljék meg a karácsony csodájának azokkal, akik fontosak önöknek. Adjuk időnket, figyelmünket, magunkat, családunknak, szeretteinknek, barátainknak, ismerőseinknek. És kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele együtt járó békesség tegye csodálatossá ezt az ünnepet. És kérem, fogadják szeretettel tőlem Juhász Gyula Karácsony felé című versét. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek. Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, s amit az élet vágott, behegeztem a sebet szívemben, és hiszek újra égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak képkedő beszédet hallok, szomorúan nézem. Kis Jézuska itt van a közelemben, legyünk hát jobban, és higgyük rendületlen, s ne csak így decemberben. Balatonfűzőváros képviselőt.